Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! A mai nap egy nagyon izgalmas és vicces videóval jövök nektek, méghozzá egy 5 perces smink kihívásos videóval. Azaz 5 perc alatt kell kisminkelnem magamat, de jó ég! Egy smink kihívásos videó már volt a csatornámon egyébként, hogyha érdekel benneteket, akkor ledobom az infoboxba, méghozzá a szembekötősdi, azaz az egyik kolléganőmmel, barátnőmmel megcsináltuk a... Hogy mondják ezt egyébként? Oké, szóval következzen akkor a smink. Én azért ide készítettem magamnak dolgokat, mert szerintem mindenki oda készít magának, ugye? Remélem, hogy igen, mert én úgy láttam, úgyhogy egyenként először bemutogatom, jó? Amit ide hoztam, az egy pár ecset. Pár ecset. Igen, és pár sminktermék. Méghozzá egy kóp alapú ecset, ami pirosításhoz van, egy Max Factor 2000 szempillaspirál, egy fertelcset a szemöldökömhöz, egy Aden piros matrós, szerintem ezzel nagyon mellé nyúltam, mindegy, egy Riveldaloop matt folyékony tus, egy Riveldaloop nude színű matfolyékony rúzs, Catrice HD alapozó, Clinique pirosító, a Bash Ultra nevet kaptam, egy Rimmel Stay Matte Powder, egy H&M, vagy H&M, oly mindegy, bronzosító a Natur Bronz árnyalatban, alapozó ecset, bronzosító ecset, van itt még, ja igen, egy Catrice Camouflage korrektor, még van egy másik is, egy pink formálos rúzs, egy sleek highlighter paletta, szerintem ennyi mindent nem fogok tudni egyébként használni, és a Naked 3, Urban Decay Naked 3 paletta, úgyhogy egyelőre ennyi. Még ide hozok egy szemöldök terméket, és jövök vissza! És egy Essence Eyebrow Kit cucc, azaz szemöldök duó. Most már nincs más hátra, mint a telefonomat beállítani 5 percre. Úgyhogy hozom is a telefonomat. Úgyhogy letesztelem ezt a kis csörömpölést. 1 percre beállítottam az órát, és mindjárt csörömpöl is. Úgyhogy egyébként nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni azért valamennyire. Nagyon cipi lenne, ha nem egyébként. Mert azért úgy szokták kérdezni a vendégeim, hogy te mennyi idő alatt sminkeled ki magad reggel? Mondom, hogy 5-6 perc. Majd most kiderül. 4, 3, 2, 1. Így fog nekünk jelezni. Nos! 5 perc, indítom. Elindult! Jön a alapozó. Én nagyon vagyok, már most rosszul vagyok. Mindenhova csöppen. Szerintem még vinni kell föl, de már elrontottam az egészet, te jó ég! Úristen, mindjárt 4 percnél jár. Szerintem olyan szinten bukom én ezt el, mint a súty. Hát, hogy nem tudom, mit jelent az a súty, de gyerekek, a körmömön van az alapozó, úgyhogy nem kell még egyszer kinyomnom. Jézusom, és ez nagyon keveset itt, már rájöttem, úgyhogy az a baj, ez ilyen kis pipettás, tudjátok. Még ide raktam a palettákat. Oké, és egy korrektor eset kell nekem, ez az. Oké. Oké. Rendben van.
Oké, puder. Stay matte. Primer. Oké, megvan. Szerintem tudti, hogy bepisíltek a röhögésbe, amit én most itt művelek. Úristen, 2 percnél jár mindjárt. Ja nem, 3, jó. Hát ez nagyon gáz. Jó, jó lesz. Oké. Mit csináljak te? Jó ég van, nem tudom. Jó, viszünk fel egy nude színt. Semmi nem látszik ebből. Jön a tus. Jézusom, mit csináltam én? Tus. Nem fog a tusom. Mindjárt lejár. Fogjál már! Nem érdekel. Majd kijavítjuk. Szempilla spirál. Tökéletes. Hatások. Oké, fel egy blondosító. Van az ecsetem. Jó lesz ez. Vagyunk, és gyerekek, nem fogott a... hogy hívják on? Semmi nem fog rajtad, te jó ég! 4 highlighter izét hoztam ide, jó? Dobjunk fel egy ilyen pink rúst. Jó, 52 másodpercem van, visszatérek a tushoz. Fogjál már! Ez az egy bajom van szerintem, hogy... egyszerűen nem fog. Közben összekentem magam. Lejárt. Hát, oké. Hú, gyerekek, ez nehezebb volt, mint gondoltam. Én ezt... Úristen, és ugye nekik nem fogott a tusom. Semmi. Ez mi volt az a szín, amit fölvittem? Hát most megmutatom nektek közelebbről is. Hivatalosan is bejelentem, hogy mikor azt szoktam mondani, hogy igen, mindjárt megyek, 5 perc és kész vagyok, az nem 5 perc szokott lenni, hanem legalább 10 vagy 15. Úgyhogy, hát igen, mostantól fogva 10 vagy 15 percet fogok mondani arra, hogy kisminkelem magam. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. És hogyha igen, akkor kérlek, hogy lájkoljátok és nyomjatok egy feliratkozás gombot, hogy még láthassatok ilyen hülyeségeket tőlem, de egyébként meg is írhatjátok, hogy milyen videókat szeretnétek látni legszívesebben, úgyhogy várom a kis kommenteket. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!